Ha olcsó és megbízható helyről szeretnél FIFA 21 zsetont venni, akkor választ a fifacoin.com-ot és használd az FLEHEL kuponkódot 5% kedvezményért. Minden link és fontos információ a leírásban. Sziasztok srácok, itt is lennék egy újabb videóval, és a mai videóban a FIFA 21-ből a legfiatalabb csapatot fogjuk megnézni, és akkor hát természetesen nézzük úgy, ahogy mindig szoktuk, kezdjük egyszer a kapussal, ő nem más, mint Luka Unbehaun, gondolom így kell kiejteni a nevét. A srác egyébként 2001-ben született. Alfonso Davies lesz a jobboldali középhátvédünk. Annyi a lényeg, hogy a kettőt megcseréltem, hogy legyen több chemistry, de ezt mindjárt meg is láthatjátok. Marás Kumbulla lesz az egyik középhátvédünk, ő 2000-ben született szintén. Dylan Ryan is szintén 2000-ben született, és hát Serginho Dest lesz a baloldali hátvédünk. Greenwood lesz a jobboldali középpályásunk, ugyebár ő 2001-ben született. Ihattaren, Jézusom, milyen neved van, nagyon nehéz kimondani, de sikerült. 4 csillagos gyengébigláj, 4 csillagos csel, 2002-ben született. Ryan Cherki lesz a másik középpályásunk, ő 5 csillag és 5 csillag, ez viszont nagyon-nagyon jó kis kártya szerintem. 2003-ban született, ugyebár Ansu Fati lesz a baloldali középpályásunk, ő 2002-es, Haaland lesz az egyik támadónk, és a másik pedig Sebastiano Esposito. Ez lesz a csapat, így néz ki, ezért cseréltem meg, hiszen ha így teszem, akkor kicsivel kevesebb a chemistry, és hát gondoltam, hogy ha már csapatot építettem, akkor miért ne lenne egy kicsivel több chemistry, ne csak ilyen 30-as vagy annál kevesebb, úgyhogy ezzel a csapattal fogunk játszani egy mérkőzést, méghozzá a Foot Friendly-szen belül. Na és srácok, itt van az ellenfelünk csapata, hát ez megint egy tök jó csapat, hát főleg a miénkhez képest. Mondjuk a miénk se annyira rossz, viszont hát chemistry egy harmada van, mint az ellenfélé, és hát azért nagyon jó játékosai vannak. Hát fel kell kötnünk a gatyát. Az micsoda labda, Haaland, és nem tudjuk belőni, hát az hihetetlen. Ajajajajajajajaj, de valamit csináljatok! Már is 1-0-ra vezet az ellenfelünk. Hát nem lesz így könnyű dolgunk szerintem. Na nézzük Haaland, hát ha. Nem tudunk elmenni ott a játékosok között. Timo Werner a labdával, Werner, az mekkora védés volt. Ez most szép volt. Na, Ansu Fati. Az egy jó passz. És ott kaphatná is vissza Ansu Fati. És nem megy be De Gea-nak, hát. Haaland, Esposito. Haaland kaphatná vissza, de az nagyon hülye helyre megy. Az Espositónak jó. És ez megint jó. Haaland, de lepattan, ott van még Esposito, és De Gea mekkorát véd. Ezt meg kisodorja. Hát pedig nem is nyomtam sprintet. Mehetünk előre, az jó lesz Haalandnak. Az mekkora labda Haaland-nak. Haaland, be kell lőni, ott a gól. Ott a gól, srácok, ki is egyenlítünk. Szerencsére pont a shooting boostot kaptuk el, mondjuk Haalandnak elég jó a lövése, úgyhogy ezt gondolom, hogy anélkül is belőttük volna. Na, Haaland. Haaland. És kapufa, hát hihetetlen. Nem igaz. Csak úgy dőlünk el, mint a farakás. Ajajajaj, kapus. Hát itt mindegy, hogy ki jött volna. Megint nem érjük utolvá, ez megint egy ilyen ganyi gól lesz. Az nagyon jó. Gyere, Ansu Fati. Jó, Fati, ott a gól. Yes. 3-2. És kijöttünk a kapussal, és milyen jól tettük, hogy kijöttünk. És ez pedig gól. Az a baj, nagyon meglátszik a bronz kapus. Na, Haalandnál a labda. Ott megy a szélen, az most mondjuk jó passz. Na nézzük, Greenwood. És elveszi Greenwoodtól. Na srácok, ennyi volt az első fél, de nézzük a másodikat. Hát, mit mondjak? Nem olyan rossz ahhoz képest, hogy elég van chemistry-nk. Már is speed boost-tal kezdünk, srácok. Esposito, az jó lenne megtartani. Esposito, még mindig Esposito. Bum! És nem. Oda néz, hát még De Gea is úgy fut, mintha Fortnite karakter lenne kb. Az jó passz. Az nagyon jó beadás, nincs aki fejeljen.
Ott a helyzet, de miért nem lövi el? Hát, alapból jó az ellenfél, és még ez a sötét labda van, ez a két reflektor meg kisüti a szemem, alig látok valamit, és egy ilyen kis fekete pöttyöt kell keresgélni a pályán, hát nem is fekete, hanem sötét barna, vagy bordó, vagy nem is tudom, hogy mihez lehet hasonlítani, de nem mintha nem lenne elég nehéz, tehát igen. Oké. Okay. Na, Haaland. Haaland, anyádat mekkora kapufát lőttem. Haaland, léci. És mellé megy. Hát, ez nem igaz. Az jó. Az jó. És nem tud, úristen, akkor átlövünk, hogy majdnem adunk egy gólpaszt vele. Beleakadt pont a... Ja, és akkor... Persze, hát nyilván adjon egy ilyen all boostot akkor, amikor a másik vezet. Miért is lenne könnyű? Tehát le vagyunk maradva majdnem 4 góllal, és nyom egy ilyen all boostot a csávónak. Ez hihetetlen. Jó, és ott a gól! Wow! Na ez szép volt. Haaland? Léci Haaland! De nem megy be, hát nem igaz. Ez be fog menni, srácok. Jaj. Ne! Really? Az jó! És mellé megy, hát hihetetlen. Az jó? Bum! De nagyon mellé ment. Ha tetszett, srácok, ez a fajta videó, és szeretnétek még hasonló csapatokat, mondjuk legalacsonyabb, legmagasabb, akkor mindenképpen írjátok meg kommentbe. És esetleg, ha van nektek is ötletetek, akkor írjátok le. Megpróbálom azokat majd összerakni valamilyen fajta módon. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, és hogy megnéztétek. Találkozunk legközelebb. Én Leo voltam, és szevasztok!